újra temetni Mátyás királyt Kásler Miklós. Az emmi miniszter erről Facebook videójában számolt be. A Magyarság Kutató Intézet Horvátországban vizsgálja a Hunyadi család két tagja, Korvin János és fia Kristóf maradványait. Az archeogenetikai vizsgálatnak köszönhetően meghatározható lesz a család csak férfiak között öröklődő génszakasza, így elvileg megtalálhatják Mátyás király maradványait is. Itt állunk az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend, a pálosok gyönyörű gótikus középkori templomában, ahol barokk oltárok díszítik a teret. De nem az oltárok miatt ment Lepoglavába Kásler Miklós és a Magyarság Kutató Intézet csapata. Korvin János és fia sírját tárták fel, akiknek, ha meg tudják határozni a jellegzetes, csak férfiak között öröklődő génszakaszát, akkor megtalálhatják Mátyás király csontjait is. Meg tudjuk az eredmény birtokába határozni a Székesfehérváron lévő osszáriumban lévő csontok közül Mátyás királyt, össze lehet rakni a csontvázat, és el lehet temetni Mátyást ott, ahol nyugodni akart, és egy nemzeti kegyhely egyik dísze lehet. Kérdés, hogy valóban Mátyás fia és unokája van-e a megtalált sírban. A régész szerint ezt könnyű lesz meghatározni a rádiókarbonos kormeghatározással. Az egy második kérdés, hogy ennek alapján mennyire lesz majd lehetőség Mátyás király csontmaradványainak a beazonosítására is. Ugye sajnos sokkal nehezebb ügy, hiszen Mátyást tudjuk, hogy Székesfehérváron temették el, viszont a székesfehérvári bazilika, ahol az ő sírja volt, ugye ez elpusztult, ennek lényegében csak alapfalai maradtak meg, és ezen belül is eléggé kérdéses, hogy pontosan hol lehetett a király sírja. A történész szerint mindenképpen közfigyelemre tartana számot, ha sikerülne azonosítani Mátyás király maradványait. Izgalmas dolog lenne, hát gondoljunk bele, Magyarországon nincsen olyan általános vagy középiskolát végzett ember, aki ne tanult volna Mátyás királyról, ne hallott volna Mátyás munkákról. Ugyanakkor a történész szerint az, hogy a 21. században mit gondolunk Hunyadi Mátyásról, az egy dolog. Az viszont egy egészen más történet, hogy mit gondoltak a kortársai, vagy a közvetlen utódai a 15. vagy a 16. században. Mátyás király modern szóhasználattal élve jól értett a marketinghez. Antonio Bonfili munkája ebben felbesülhetetlen szerepet játszott, hiszen az egész 16-17. Századi magyar nyelvű és latin nyelvű történetírásra fantasztikus hatással bírt. Tehát az általa megírt történetek, az általa megrajzolt kép szinte észrevétlenül szivárgott bele a magyar nyelvű történetírásba a 16-17. Században. A szakértők szerint sok éves és nagyon drága munka lesz beazonosítani Mátyás maradványait, és az sem biztos, hogy a végén sikeres lesz, de a régész szerint nem lehetetlen.